Hát ebbe a kampányba azt szerettük volna, hogyha a jövő fiatal tehetségeit föl tudjuk nevelni. Gyerekeknek segítsünk, hogy egyszer még művészek legyenek, olyan emberek, akiket általában a Lenovo segíteni szokott, hiszen minden évben szervezünk jótékonysági kampányok mellett olyan tehetségkutatókat, amiben a fiatalokat szeretnénk a pályakezdésben segíteni, úgyhogy remélem, hogy lesz egy-két olyan gyerek, aki ezáltal a kampány által majd lehetőséget kap az életre, és abba is ahhoz, hogy egyszer egy művész legyen, egy tehetség legyen Magyarországon. Az alapítványt a férjemmel és néhány barátunkkal hoztuk létre 2003 késő őszén, azzal a céllal, hogy 3 és 18 év közötti életveszélyesen beteg gyerekek egy kívánságát teljesítsük. Hát egyrészt a legfontosabb számukra az adományozáson túlmenően messze, hogy vadidegen emberek törődnek velük, akik ugye nem is ismerik őket, és ez nagyon, nagyon fontos üzenet nekik, hogy van visszatérés, és van jövőjük, és számítanak rájuk. Meg hát ők is azért nagyon tehetségesek, és ugye a kampánynak része volt ez a pólót készítettek a művészek, amit a gyerekek is fognak a honlapunkon látni. Tehát ez nekik azt sugallja, hogy törődnek velük, de hogy belőlük is lehet művész. Alapvetően nagyon örültem annak, amikor megkerestek, hogy részt vegyek ebben a kampányban. Ugye a fő üzenet az volt, hogy a bennünk lévő energia, és azt gondolom, hogy a mai világban tényleg nagyon sok mindent a pozitív gondolkodással lehet elérni, és hát ugye itt festenünk kellett egy képet, amit később egy pólóra nyomtak rá, hogy aukcióra kerülhessen. Tehát ez a cél természetesen, hogy minél többen figyeljenek föl rá, és hát talán ezeket a termékeket majd később máshol is még meg tudjuk mutatni, ki tudjuk állítani, és talán még hasonló eseményeken így akkor közösen részt tudunk venni, úgyhogy mindenképp segíteni szeretnénk, igen, ez a cél.